titeket most ebben a szakaszban. Örülök, hogy együtt lehetünk, Isten jelenlétében vagyunk, és legyen az ő áldása rajtunk a következőkben is. Mielőtt még ma délelőtte igehirdetésthez kezdek, szeretnék imádkozni, és hogyha velem imádkoztok, azt köszönöm. Ki, ahogy lehet fennállva. Úr Jézus, megköszönjük neked ezt a napot. Köszönjük, hogy magasztalhattuk a te nevedet. Köszönjük, hogy együtt úrvacsorázhattunk és emlékezhettünk a te szabadításodra, amelyet a te véred által szereztél. Köszönjük, hogy előttünk lehet a te dicsőséges feltámadásod ténye, hogy ott vagy az Atya jobbján, és veled együtt szeretnénk ott lenni. Ezért imádkoztunk, hogy képesek legyünk a Szent Szellem által megtartani a szövetséget, amelyet veled kötöttünk. Kérünk, hogy áld meg most az igét, az ige hirdetést, te bonts ki számodra a mondani valót, és töltsd be a Szent Szellem kijelentésével mindnyájunkat. Úrunk, kérünk, hallgass meg az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Ma délelőtti alkalmunk bizonyos értelemben rendhagyó lesz, már abban is, hogy most nem olvasok fel szentírási szakaszt a kezdetén, hanem tulajdonképpen a szolgálat folyamán egy-egy igeverset fogok majd felidézni és emlékezetetekbe hozni. Máté evangéliumát tanulmányozom hosszú idő óta, újra és újra, előről kezdve végig, és most újra az első részekhez értem. És ott szeretném kezdeni a mai szolgálatomat, hogy a negyedik résznek az első verseiben, első 11 versében szó van a Jézus megkísértésének a történetéről. Ezt közdi a Biblia. Közben nem tudom, ha valaki tudna segíteni, akkor akinek, hogy fordítson néha egy-egy szót, azt biztos megköszönni, nem tudom, hogy látom most. Vagy ott a Szilvi, ott van, jó van akkor. Jó. Tehát a megkísértés történetét írja le számunkra a Máté Evangélium 4. rész első 11 verse. Nem ismétlem el a történetet, remélem, hogy mindnyájan ismerjük, ugye Jézus bőjtől a pusztában 40 napig, és a kísértő ebben a 40 napos bőjt után kísérti meg a kenyérrel, a kövek változtatásával, a templom tetejéről való leugrással, illetve felkínálja, hogy az egész világot odaadja. Hát az ördög az nagyon ravasz, nagyon szeret azzal kereskedni, ami nem az övé. Ma is találkozunk ezen a jelenséggel, hogy szeretne valaki eladni olyasmit, meg néha el is ad, ami nem az övé. Csak ugye a történelmi vicc kedvéért, valamikor a múlt század elején volt valaki, aki eladta a Lánchidat. Tehát ez a nagyon jellemző dolog, hogy ugye ez ilyen ördögi dolog, hogy kereskedik azzal, ami nem az övé, és még vannak rá vevők is. Ez a példa, ez a történet azt mutatja, és azóta is sokszor megtörténik ez emberekkel, hogy az ördög becsapja, olyasmit kínál, ami nem az övé, és vannak rá még vevők is. Sajnos nagyon sokan. Tehát ezt követően, miután Jézus visszatért a pusztai kísértésből, és minden próbálkozását a gonosznak az igével hárította el, az írott, kijelentett igével. Mikor onnan visszatér, akkor hallott arról Jézus, hogy bemerítő János bebörtönözte Heródes, és amikor ezt meghallotta, akkor elhagyta az ige szerint Názáretet, tehát azt a várost vagy falut, ahol felnőtt, és Kapernaumba ment, nem egy nagy távolság, Názáret a galileai tónak a hegyi vékén van, mint egy a tótól lehet olyan 10-12 kilométerre, Kapernaum pedig a tóparti város, amiről sokat olvashatunk a Bibliában. Megjegyzi
Máté evangélista, hogy amikor elhagyta Názáretet és Galileába ment, hogy azért tette ezt, hogy beteljesedjen az, amit Ézsaiás próféta írta az ő profétai könyvében, hogy beteljesedjen ez a kijelentés Zebulonnak földje és Naftalinak földje a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája, tehát volt a Jordán túli rész, ami úgynevezett pogányok Galileája volt, a Tízváros és környéke, hogy ez a rész is meghallja és felfogja, megértse, hogy mi történt, hogy a sötétségben világosság támad, ez is Ézsaiás próféta kijelentése, és akik a halál árnyékának földjében vagy völgyében ülnek, azoknak is felragyogott a fény, a világosság. Tehát azért történt ez, hogy Jézus világossága ezt a megvetett földet, ezt a megalázott földet betöltse Jézus világossága. Jézus azért jött egyébként, hogy ne csak Naftali Zebulon földje, vagy Izrael egész földje, hanem az egész földkerekség minden népének felragyogjon a megváltásnak, a szabadításnak a fénye. Zsidóknak és nemzeteknek. Ebben a versben ez is kifejezésre jut, mert ugye a Jordánon nyugatra, ott zsidók éltek Galileában, a Jordánon túli részen pedig már pogányok éltek. Tehát nagyon világos közlés ez, hogy a megváltás gondolata az egész világra kiterjedő gondolat volt az Atya szívében és Jézus szívében is kezdetektől fogva. Szeretném felidézni most szó szerint, hogy mi volt Jézusnak a proklamációja, az első prédikációja. Nagyon rövid. Így hangzik a Máté 4:17. Verse. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgedett a mennyeknek a királysága. Ennyi. Térjetek meg. Mit értünk megtérés alatt? Különböző vallási gyakorlatok vannak, amelyek már sok-sok évszázada kialakultak. Már az első századokban is volt egy ilyen úgynevezett katakumenosz féle mozgalom, illetve gyakorlat pontosabban, ami nem merítette be rögtön akik csatlakozni akartak Jézus követésében a hívők táborához, hanem volt egy ilyen előtanulmány. Ennek a folytatása, amit kialakítottak bizonyos szervezet egyházok, a bérmálás és a konfirmáció, ami mai napig gyakorlat, a római katolikus, illetve katolikus egyházakban és a némely protestáns egyházban is. És aztán miután már a felnövekvő gyermekek megtanulnak egy-két bibliai részt, és tudnak válaszolni a kérdésekre, akkor egy ilyen ünnepség keretében az egyház tagjává avatják őket, vagy az egyház tagjává lesznek. De mi is a megtérés, amiről Jézus beszél? Amit nem mi jelentünk ki, amit Jézus mondott a galileai és a Jordánon túli hallgatóknak. A megtérés, görög szó, így hangzik metanoia, a jelentése sokak által ismert, de mégis elismertem, új felismerést tanúsítani és a gondolkodást megváltoztatni. Amit, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, a gondolkodást megváltoztatni, amit tettek követnek. És ez egy nagyon fontos, ez a záradék. Mert lehet beszélni ilyen filozófiai módon, hogy új látásra jutottunk. Lehet beszélni arról, hogy megváltozott a gondolkodásmódunk, de ha azt nem követik tettek, akkor ér valamit? Semmit sem ér. Ez azt jelenti, hogy elhagyni a helytelent,
a helyes útat, a helyes életmódot követni. És ha valaki azt kérdezné, hogy hogy is, mint is van ez, Jézus pontosan elmondja a János 14. része első verseiben, azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát valaki helyes úton akar járni, akkor nagyon egyszerűen és nagyon világosan ezt lehet erre a kérdésre válaszolni, hogy kövesd Jézust. Amit ő tett, tette is. Ha ő szerető szívű volt mindenki iránt, tette is. Ha ő igazságos volt, légy te is igazságos. Ha ő megosztotta azt, amit a kezei között volt, megáldotta a kenyeret és a halat, és megosztotta az emberekkel, tette is. Tedd mind azt, amit ő tett, és amit ő mondott. Ha valakinek két köntöse van, adja egyiket oda a másiknak, akinek nincs. És így tovább. Jézus az út. Ő benne van az igazság, az ő általa kijelentett igében és életmódban, és ez tulajdonképpen az az élet, ami követésre méltó, mondhatnám így, amit érdemes élni. Úgy folytatja a kijelentett ige, hogy a meghívottaknak egy szűkebb csoportját személyesen hívta meg Jézus követésre, Pétert és Andrást, Jakabot és Jánost, személyesen hívtam, még aztán később másokat is. Ezek voltak a tanítványok. Hát nagy kérdés az, hogy miért éppen őket. A Biblia nem indokolja meg, az evangélisták nem indokolják meg. Csak azt mondják el, hogy őket megszólították, ők fölkeltek és mentek. Valaki így elgondolkodhat, hogy is volt ez, Péter már családos ember volt, valószínűleg Jakab is családos ember volt, a két zebedeus fiú pedig még az apai háznál voltak, mert az apjuknak segítettek. Hát én úgy gondolom, hogy ez nem jelentette azt, hogy mindent elvetettek, hanem Jézussal jártak az életüknek az úgynevezett szabadságát, szabad idejét, mind azt, ami rendelkezésre állt, Jézussal járásra fordították, vele jártak az úton, és aztán hallunk arról, hogy időnként visszamentek halat fogni, hogy legyen mit enni a családnak, és így tovább. De hogy miért ők, ezt én nem tudom megmondani, a Biblia nem magyarázza meg. Én úgy értettem ezt meg, hogy Jézus természetfeletti módon, hiszen ő természetfeletti módon élt és gondolkodott, látta, hogy ezek az emberek alkalmasak arra, hogy tanítványok legyenek. Azt is elmondja az írás, hogy bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek királyságának az örömhírét, az akkori Szíriából, a mai Szíriával azonos. Onnan is jöttek hozzá, hozták a betegeket, hozták a megszállottakat, hozták az erőtleneket, akiket Jézus meggyógyított. Sőt, jöttek Júdeából is. Mondhatnám így a szent életű Júdeából, hiszen azok voltak a legvallásosabbak. Jöttek Jeruzsálemből, és jöttek a Tordánon túlról, tehát a pogányok világából. Tömegek vették körül. És hát óriási tapasztalataik voltak Jézus hatalma és szolgálata felől, hiszen megszabadultak a megszállottak, meggyógyultak a betegek, és az erőtlenek, mondhatnám így, és az ilyen különböző lelki problémával, depresszióval, egyebekkel kínlódók megszabadultak. Mit tesz Jézus ebben a helyzetben? Azt mondja Máté evangélista, aki autentikus forrás, hogy ekkor, amikor ez a hatalmas tömeg körülvette, fölment a hegyre, az úgynevezett boldog mondások hegyének hívják ezt azóta, ott van nem messze a Genezáret tótól, ez a hegy. Ott leült a hegyen, hozzámentek a tanítványok, és ő elkezdte tanítani a tanítványokat és ezt az egész hatalmas tömeget. Elgondolkodtam azon, hogy milyen lehetett ez az egész szituáció. Az előzmények. Gondoljátok el. Itt nem csalóról van szó, hanem az élet uráról, az igazság, mondhatnám így, eleven kijelentéséről.
Tehát itt valóságos történések voltak, itt valóban meggyógyultak emberek, itt valóban megszabadultak emberek. És egy felfokozott szellemi állapotban, vagy lelki állapotban lévő tömeg veszi körül. És ugyanakkor ott van az a másik tény, hogy Jézus emberként született. Emberként élt. Noha Isten fia volt ugyanakkor. Gondolhatja az ember Jézus azt, hogy most jött el az ideje, hogy látványos mesiás királyi felemeltetésben részesüljön az ünneplő körött. De Jézusnak az Isten fiúi tudata felülmúlja az ember fia gondolatát. Nagyon különös ez, úgy gondolom, hát ez egyedül nála történhet meg, de azt gondolom, hogy miután Isten elküldte a Szent Szellemet a tanítványokra és arra bizonyos 3000 főnyi tömegre Jeruzsálembe, és azóta is elküldi a Szellemet, ahogy kijelenti az ige, mind azok számára, akik kérik tőle, megvan a lehetőségünk arra, hogy az emberi gondolatot felülmúlja az Isten szellemi kijelentésének a gondolata. Jézusnál ez egyértelmű volt, és nem volt kérdéses. Ő már maga mögött hagyta a pusztai kísértésnek a próbálkozását, illetve a sátán próbálkozását. És itt van szó arról, amit az úrvacsora alatt is felolvastam, a zsidók 12.2-ből, hogy az elébe helyezett öröm helyett valami mást választott. Ez volt a kezdete ennek a más választásnak. Még a kereszt és a Golgota bizonyos időben távol van tőle, de a választás itt és most megtörténik. Jézus nem választja az emberi megdicsőítést, nem választja azt, hogy eleget tegyen annak a rá vagy feléje sugárzó elvárásnak, amely ott hangulatilag kitapintható, és nagyon csábító, és nagyon lelkesítő. Az elébe helyezett öröm helyett valami egészen más utat választ. Egy ilyen tömegben, egy ilyen ünneplő tömegben valami egészen másról kezd beszélni. És hadd olvassam most ezeket az első szavakat, nem a megszokott fordításból, hanem a szövegileg, fordításilag sokkal pontosabb Csia Lajos féle fordításból. Azt mondja, boldogok a szellem által szegények, mert övék a mennyek királyi uralma. Boldogok, akik sírnak, mert bátorítani fogják őket. Boldogok a szelitek, mert ők örök részül fogják kapni a földet. Boldogok, akik igazságosságra éheznek és szomjaznak, mert majd megelégítetnek, vagy kielégítik őket. Boldogok a könyörülők, mert rajtuk Isten is könyörülni fog. Boldogok a tiszta szívűek, mert látni fogják az Istent. Boldogok a békességet készítők, mert majd Isten fiainak fogják őket hívni. Boldogok, akik az igazságosságért üldöztetnek, mert övék lesz a mennyek királyi uralma. És így folyó, boldogok lesztek még, ha gyaláznak titeket, ha én érettem, mindenféle gonosz hazugságot mondanak rátok, mindenféle rosszat mondanak majd ellenetek. Örüljetek és újongjatok ilyenkor, mert nagy lesz a béretek a mennyekben. Nem tudom, hogy érzékelhető, az felolvasott szakaszból a hangsúly. Jézus nem fokozza a győzelmi hangulatot. Nem azt mondja, hogy nagyszerű, itt és most eljött a Kánaán. Hanem azt mondja, illetve arról beszél, hogy a valóban áhított boldogság, ami minden ember számára egy kihívás, szeretnénk boldogok lenni, az nem az itt és most perspektívájában valósul meg.
Arról beszél Jézus, hogy itt és most szegénység, sírás, kiszolgáltatott szelídség, igazságészség, könyörület, tiszta szív, békességkészítés, üldöztetés és az igazságosságért, mindezeket elszenvedve gyalázat és üldözés az osztály részetek, és hogy fejezi be, én érettem. Én érettem. És azt mondja, hogy ilyenkor örüljetek, amikor ezek érnek benneteket. És újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok a mennyekben. Hát ez nem valami lelkesítő felszólítás, ugye? Ezek fognak elkövetkezni rátok, és ilyenkor örüljetek. Nem tudom, hogy ki volt már ilyen nehéz helyzetben közülünk. Itt, tehát én voltam már annak idején ilyen kihallgatáson, rendőrségi idézés, meg stb. Szolgálatommal kapcsolatban. Hát nem mondom, hogy olyan nagyon veszélyes volt ez, de azt nem mondhatnám, hogy rögtön elkezdtem újongani az örömtől, amikor megkaptam az idézést, hogy milyen nagyszerű beidéztek, és ott majd faggatni fognak. És azt mondja itt Jézus, hogy ilyenkor örüljetek. Mert ezt én érettem, fogjátok elhordozni, én érettem, ér benneteket ez a nehézség, meghurcolás és különböző, hát emberi atrocitás. Bemerítő János és Jézus is egyaránt a megtérést prédikálta. Új felismerést és megváltozott gondolkodást. Én úgy gondolom, hogy a változás a felismerés hiányában, tehát ha nincsen változás, és nincsen új felismerés, közelében és távol vagyunk Jézustól, távol vagyunk tőle, mint tanítványok. Mert hogyha az ige szól hozzánk megtérésről, tehát változásról és új felismerésről, és ez olyan tapintható és olyan közel, hogy már kívülről tudjuk, mégis lehetünk távol tőle. Mégis lehetünk olyan hideg és üres szívvel, a megtérést és az új felismerést illetően, hogy áthitathatatlan a távolság Jézus is közöttünk. A nehézségek, a bajok, a megalázottságban a szerítség tanítása, még a mennyei jutalom ígéretében is olyan tények, amelyek nehezen elfogadhatóak a számunkra. Nem kívánatosak a keresztények számára. Mert a megajándékozottságot szeretnénk élvezni, a biztonságot igényeljük, Isten bőkezűségét, igék sokaságát találjuk a Bibliában, amelyek azt igazolják számunkra, ilyen, ennek a mentén gondolkodva, hogy mindez jár nekünk, mert keresztények vagyunk, mert megváltottak vagyunk. Ma különösen erőteljessé válik ez a tanítás, hogy hát mi Jézust választottuk, Jézussal járunk, el kell háruljon minden nyomorúság, minden megpróbáltatás, minden kiszolgáltatottság, minden következmény el kell háruljon, mert mi Jézust választottuk. Én meg azt gondolom, hogy ha Jézust választottuk a mi Urunknak és Királyunknak, azoknak olyan következményei vannak elsősorban, amelyek a zsidókhoz írt levélből felolvasott szakasszal hoznak bennünket egyfajta közelségbe,
Amikor Jézus az előtte lévő öröm helyett megvetve gyalázatot szenvedett és keresztet szenvedett. Tehát ha Jézust akarjuk követni, akkor nem háríthatjuk el az életünknek ezeket a próbáit és nehézségeit. És nem gondolhatunk arra, hogy nekünk csak a könnyű út jár. Nekünk csak a jó dolgok járnak, nekünk csak a bőség jár, nekünk csak a megelégedettség érzése jár. Hanem el kell fogadnunk az életünknek a nehézségeit, és a nehézségeknek a kihívását. Jézus arról tanít, hogy a boldogság a jelen sokféle küzdelmébe, fájdalmába, kiszolgáltatottságába, szomjúságába és fel nem adott reménységébe és hitébe van elrejtve. Hogy a hitet megtartottuk minden nehézség ellenére és minden ellenkező kihívásval szembeszállva a hitet megtartottuk. Ebben van elrejtve a boldogság. És nem abban a materiális elégedettségben, nem abban a testi elégedettségben, amely a mai kornak a kihívása és sugallása felé. Jézus királyi uralma a mennyekben akkor árad ki ránk, hogyha ezekben a helyzetekben, a nehézségekben keressük a boldogságot. Ezzel szemben mi a jellemző? Jellemző ránk a kétségbeesés, jellemző ránk a reményvesztés, jellemző ránk sokszor a hitvesztés, jellemző ránk az, hogy egészen kicsi nehézségeket úgy fogunk fel, hogy most összedőlt a világ, és összedőlt a Jézusba vetett hitünknek az ára. Ezt követően beszél Jézus arról, hogy mi is a hívőknek, Jézus követőinek a feladata. Azt mondja, hogy legyetek só ebben a világban. Gondolom, hogy ez a példázat nem arról beszél, hogy hát ilyen jó nagy sótömbökké legyünk ebben a világban, hanem arról beszél, hogy legyünk a só, amelyet hasznosítanak, amely feloldódik a nedves közegben. Feloldódik ebben a világban. Mi jellemző a feloldott sóra? Láthatatlan. Nem hivalkodik. Nem önmagáról szól, hanem egyfajta változást idéz elő a környezetében. Ha tanulmányozunk a keresztény történetet az első századokban, az első 200 században Jézus követőinek a jelenléte változást idézett elő az egész római birodalom területén. Minden változott, és kényszerült még a pogány világi hatalom is a változásoknak a nyomdokaiban különböző intézkedéseket hozni. Voltak ezek között az intézkedések között drasztikusak és kegyetlenek, mint az első század végén, amikor János apostol is Pápos szigetére került, amikor Rómától Ostiáig a kereszten voltak, fügtek a keresztények és halált szenvedtek. De eljött az az idős, amikor nem lehetett már tovább ezekkel a korlátozásokkal, kegyetlenségekkel, meghurcolással, gyilkolással, vadállatok elévetéssel visszatartani a Jézus személyéről szóló evangéliumnak a terjedését. Só. Megváltoztatták a világot, környezetüket. A másik pedig, amiről Jézus még itt beszél, a világosság. Azt mondja, legyetek meggyújtott mécses. Legyetek meggyújtott gyertya, vagy szövétnek, akárhogy nevezzük. Világítsatok. És nagyon fontos ez a világításnak, vagy a világítással kapcsolatos kijelentése, hogy miért gyújtanak világosságot. Nem azért, hogy ráborítsanak egy edényt, egy vékát, és aztán, amikor elfogy az oxigén, akkor kialudjon. Nem azért, hogy betegyék valami sötét helyre, és onnan valami nagyon kevés fény szűrődik ki, hanem az, hogy beletegyék a gyertyatartóba,
és a házat, a hajlékot beragyogja a világosság. Ha ezt lefordítom, akkor úgy fordíthatom le, hogy Isten gyermekeinek nem egy bejteres világban kell élniük. Jó, helyes, összejövünk itt a gyülekezetben, hallgatjuk Isten igéjét, dicsérjük az Urat, együtt imádkozunk, de a lényegi következmény az, hogy innen kimenve hogyan élünk. Hogy innen kimenve milyenek a cselekedeteink, milyenek a tetteink, világosság vagy sötétség. Hogy nagyobb lesz általunk a sötétség, vagy felragyog a világosság. Ez a lényegi kérdés. Hogy át tudjuk-e adni azt a változást, amit Jézus a megtérés által az életünkben elindított. Változtattunk-e? Megváltoztattuk-e az életszemléletünket, a gondolkodásunkat? Megváltozott-e az életünknek a tanúságtétele? Követik-e tettek az életünket? Az elmúlt hetekben azon gondolkodtam, hogy Jézus tanítása tulajdonképpen a minimumról szól. A keresztény életnek, vagy a hívő életnek a minimumáról. Nem azt mondja, hogy gondolkodjatok, hogy milyen nagy egetverő tettet hajthatnátok végre. Milyen hatalmas szervezést tudnátok végrehajtani, vagy megvalósítani, hanem azt mondja, hogy egyszerűen változtassátok meg az életet, teljesítsétek meg a minimumot. Az, hogy amikor szeretetről beszéltek, akkor az valóban szeretetről szóljon tettekben. Amikor irgalomról beszéltek, az valóban irgalomról szóljon. Amikor hűségről beszéltek, az ne valami elérhetetlen és valami piedesztára helyezett és a gyakorlattól távol eső dolog legyen, hanem valóság. Amikor megosztásról beszéltek, akkor a tettek megosztások legyenek. Nagyon érdekes, hogy amikor néhány napja, talán több mint egy hete ezekről gondolkodom, akkor a közelgő március 8-i bicskei látogatásunkra vonatkozóan tegnap fölhívott a Rácz Lajos testvér, az ottani lelkipásztor. Azt mondja, Győző bácsi, tetszett kérdezni, hogy miről beszéljen, amikor majd itt lesz nálunk a dicsőítő csoporttal. Azt mondja, szerintem arról kéne beszélni, hogy mi a normális a hívők számára a mai világban. És akkor eljött eszembe, mi az a minimum, amit Jézus kér tőlünk? Szeretnénk nagyon-nagyon nagy dolgokat, nagy perspektívákba gondolkodni, és közben az életünknek ez a normális hívő alapja. Az a minimum, amit Jézus kér, amit minden ember képes teljesíteni, amiről azt mondja az ige, hogy olyasmi, amire a bolond se téved el, azt teljesíteni. Úgy látom és úgy értettem meg, hogy egyre inkább Jézusnak ezekre az alapvető elvárásaira kell tekintenünk. És elfogadni azt, hogy amikor ezeket tesszük, eközben valóban megvalósulhat a boldogság az életünkben. Hogy valóban azok között a nehéz és sokszor számunkra nagyon nagy kihívások közepette, amikor a szerítséget kéri számon tőlünk Isten egy mindennapi dologban, akkor valóban tanúsítsuk a szerítséget, mert akkor fogjuk örökül kapni a földet, akkor fogjuk megnyerni az embereket. Közlekedésben, munkatársi kapcsolatokban, minden olyan emberi kapcsolatban, amelyben hát nagyon-nagyon nehezen tudunk sokszor
az ige normái szerinti életmódot és szemléletet tanúsítani. És folytathatnám így. Az igazság mellett megmaradni akkor is, hogyha kárt szenvedünk. És őszinte szívvel sírni a sírókkal, mert tudjuk azt, hogy majd Isten szelleme bátorítani fog bennünket. Só és világosság csak így lehet az életünk. Régi ének jutott eszembe, elmúlt napon úgy kezdődik, hogy Isten az ő szeretetét, Isten az ő szeretetét abban mutatta meg, hogy az ő fiát adta értünk. Pontosan nem jut eszembe a szöveg, valamikor még ukrajnai látogatáson énekeltük, tanultuk sok évvel ezelőtt a fiatalokkal. Hogy benne higgyünk, és el ne vesszünk, és örökké érjünk. Jézus ezért jött. Ezt akarja átadni a mi számunkra. Így akarja az ő életet változtató halálát és feltámadását belénk plantálni. Legyünk só, és legyünk ilyen módon világosság. És még azzal szeretném befejezni, hogy ez nem egy olyan kérdés, amelyen hosszan kellene elmélkednünk, hanem egy olyan kérdés, amely kihívás. Azt mondja, kezd el most. Lehet, hogy eddig is ebben a gondolatkörben éltél, ezt tűzted ki célul. Lehet, hogy félig meddig sikerült. Lehet, hogy sok-sok kudarc szegélyezi az utunkat ennek a megvalósításában. De Isten igéje arra biztat bennünket, és Jézus arra biztat bennünket, hogy ne add fel. Kezd el most újra. Még sokkal odaszántabban. Még sokkal Jézus személyére és az ő előttünk haladására koncentrál. Kezd el most. És hogyha ezernyi buktató és nehézség is van az utunkon, mindig kezdjük el újra és újra ezeknél az alapoknál. És Isten meg fogja adni Jézus Krisztusban számunkra a győzelmet. Lehet, hogy ez a beszéd nem egy ilyen győztes hangulatot áraszt. És azt gondolom, hogy a győztes hangulata sokszor megtéveszt bennünket. De Jézus győzelme viszont felbátoríthat bennünket. Az ő életének az Atya jobbján való dicsőséges beteljesedése felbátoríthat bennünket, és az ő győzelme lehet a mi győzelmünk is. Ezért imádkozzunk most, hajtsuk meg a fejünket. Úr Jézus, te látod a mi emberi alkatunkat. Nagyon szeretünk jól élni, nagyon szeretünk vidámkodni, és elégedetten hátradőlni, az élet javait érvezve. Köszönjük, hogy te fel akarod nyitni a szemünket, hogy az a boldogság, amelyről te beszélsz, és amit te jelentettél ki számunkra, az egészen más úton és módon adatik a számunkra. Sokszor szenvedésekben, sokszor kiszolgáltatottságban, sokszor kudarcokban, sokszor félelemmel közepette megtapasztalni, vagy megtapasztalva a szabadítást. Nyisd fel a szemünket, a gondolkodásunkat, a szívünket erre az általad meghirdetett boldogságra. Hogy megtapasztalhassuk és átélhessük azt, hogy
feloldva, láthatatlanul, kicsinységünknek a tényével és valóságával, mégis általunk akarod formálni és alakítani ezt a világot. Ma ez a világ, minthogyha nem a megfelelő módon alakulna. Sok a nyomorúság, sok a szenvedés, sok a betegség, sok a jaj. És arra vezettél engem az elmúlt időszakban, mikor kiállt fel a hívő nép bűnbánattal az egek urához, hogy Uram, gyógyíts meg minket, újíts meg minket, téríts meg minket, hogy megtérjünk, változtass meg bennünket, hogy megváltozzunk, adj nekünk új tetteket és új gondolatokat, hogy veled járjunk. Mert tele van ez a világ bajjal, nyomorúsággal, szenvedéssel, kiszolgáltatottsággal, járványokkal, és mi minden van még előttünk. Ébreszt fel a hívők népét, hogy összeforjon a szívünk imádságban, hogy az a felhívás, hogy legyetek sok ebben a világban, elinduljon és megkezdődjön a változás. Mert közel a te visszajöveteled, és te azt mondod, hogy az Isten országa ti bennetek kell megvalósuljon. Add, Urunk, ezt a változást, vezess erre a változásra. Amen.